Jó reggelt, Janiba! Mi az a nagy rend itt? Készülök az évértékelőre. Fúha! Héten lesz kettő is. De van ennél fontosabb dolog. Képzeld el, megoldódni látszik a rájtér. 73-szor megértem már a krumpli kapallást, de nem gondoltam azt, hogy egyszer meg azonosulok egy témába. Talán aki követ téged, illetve ezeket a szüsszeneteket említést tettem, én a cukros vödröcske, meg a teáspohra, meg a kanál összefüggéséről. Hát kérlek szépen, ez körülbelül már 3 hete is van, hogy ezt elmondtam, és azóta argus szemekkel figyeltem, hogy elköveti a nagyságos asszony a hibát. Mert a váltig állítja, hogy nem, erre tegnap tudod, mi történt? Tudod, a kanál éppen ugye van bunkósodban. Tegnap mondom neki, hogy még mindig nem szoktál leárulni. Te majdnem hozzávágta szabóllóját, pont ruhád vágott föl a szőnyegnek. És azt mondta, hogy az azért van, mert eltotogázok a forró víz fölött a cukros kanalom, amikor folyatom vele, illetve a közös kanála, ami a cukortartóban tarva, és fölcsapja a hideg kanálat a gőz, és amikor én visszateszem, attól ragad rá. És meggyőződtem. Ki kell mondani, remélem nem sokan hallják, igaza volt az asszonynak. És mi ebből tanulság? Nagyon régi, akár bibliai idézet is lehet, hogy ne ítélj elhamarkodottan. 73 évnyi krumpli kapallás után leesett a tantusz. Ennyi. Sudligum bitte, majd mondom egyszer neki, mert ez egy sváb lány, de nem tudom németül, csak így mondom neki, hogy megkavárja meg kicsit az oda. Na most, hogy mit csinálok? Nézd oda, ott a mi maradék hullámfalát, mert egyenesre be fogom vágni. Tegnap oda lehoztam a humusztelevény szemetet, meg most innen is oda letakarítom. Azt a 2-3 lábon száradt kurafi, nézd meg ezt az agácot. Erről már nem urranak a mélyek. Ebben ugye egyetértünk. Na már szépen innen kidöntöm, és ezzel füttöm ki a palántákat. Mert meghozták a magukat, majd megmutatom. Kérlek szépen, tegnap úgy jártam, hogy fölmentem kávézni délbe, ugye szokásos romos kávé. Megjött Mátrán túlról egy ember, 260 vagy bármi kilométert mondott, egy Land Rover Defenderrel, vagy rosszabb, gyönyörű nagy autóval. Hozott egy mázsa cementet, egy aksüsfurót, meg egy ottani nagyon márkás tájjellegű bort, és nyilván egy kicsit megdödögtük a világ dolgait. Miközben megjött egy gyalogos, aki már délelőtt telefonált Pestről, hogy meglátogathatja, hogy a rosszabban lehet, csak jöjjön, majd megtalál itt valahol a kártyájában. Hát az meg vonatta jött és fölgyalogult ide. Na most ezekkel elment az idő a 2 órai ebédhöz, ahol úgy tudtam megenni a karalábi lávást, hogy akkor mondtam, hogy addig önálló csak magukat nézelek körül. Aztán még megsettem a lávást, akkor meg beállt 2 autó, nagyon úri emberek, úri asszonyok voltak, és hoztak sok szeretetet, meg biztatást. Ők szemesen voltak egy idős úrnak a temetésén. Mondanom se kell, hogy bár majdnem sötétedett, akkor tudtam volna szerszámot venni kezembe, de mivel, hogy 2 üveg pálinkával mentünk körbe tanya szemlén, hámorod. Lemondtam, úgyhogy most nem is tudom, mi lesz az év értékelővel Bugaszegben, mert máma is lesz egy, meg szombaton is leszek, de valószínű fölvételről tudom megnézni, mert nappal nem érek rá éveket, értéküléseket megnézni. Na, aztán te, gyere, ott különbözőnek, mert most hittem le volna a magukat, csak megláttam ezt a garábét, mondom, megpróbálom, nincs-e lefagyva, de
napon. Boldoggá tettem az asszonyt. Gyere, szívd meg! Tegnap előtt délbe fölhívom ezt a vetőmag forgalmazót. Jaj, már megismertek a hangom. Hát mondom, szeretnék ilyen paradicsomot, meg olyan paprikát, meg egy új fűszert paprikát, az enyém elkorcsosodott. Meg mondom, jó lenne egy kis sárga dinnye, de 28.000 forint egy egység csomag, mondom, hát én annyit nem tudok erre kötteni, de ha mondom, kisebb kiszerelésben, hát ezt kütték nekem ajándékba, ezeket meg nyilván. Na most ezt belekerült 31-2000 forintba, ez a forgalmazálkot üdött. Közben ugye megvettem az ajándékot az asszonynak, boldoggá tettem, sóder van, cement van, vetőmag van, úgyhogy két havi nyugdíjam, súgy, elment, de most lesz majd állítólag. Most állítólag dupla kerekű biciklivel jár a postás, annyi pénzt kell kihordani, érted? Majd be kell értem menni, mert ilyenkor rátelefonálnak a asszonyra, mert ide nem jön ki, mert ez az ilyen zárványterület bugaszony, érted? Karanténszabályok is vannak, minden. Na, most minden van már, minden szinte, csak idő nincsen, idő nincsen. Na, most nézd azt közben, amit a szomszéd erdeiből összehorkodtam, húzkodtam, kaszálashoz bepuszkoztam, ahol tüzellek, ott is lesz egy magas kert. Egy szomszédom idehozta, ugye komoly utcában laknak lelém, és ott nem szeretik a szomszédok, hogyha kazánba füstülő fát tesznek bele, ezért a fűrészport kihozza, hozott nekem most húzsáka, de most nézze, azon futkározni majd el a sárga dinnye. Nyilvános, ások neki egy alapot, mert azok a csövekkel fogom körbekeríteni, meg ilyen betonit lapokkal, mert ez egy kis magas kárt lesz, de nem olyan magas, mint az, mert erre nem lesz építmény, csak a talaj tartsa meg, és akkor ott is növények lesznek majd. Ebben vagyok most elfoglalva, hogy itt takarítom le, meg még ott is van egy lábon száradt kurafi, azt is ki kell vágnom, csak kell a segítség, hogy ne arra akar zűni a kerítésre, hogy kell a fiam, aki majd egy balamodzog megirányítja, hogy ne húzzon be a disznókerítésre. Közben ilyeneket is találtam, mert hoztam ide föl, kicsit, gyere legyünk, aztán menjünk dolgozni. Most ezt körbe vágtam, na múltkor még láttad, hogy szálból. Elindult a traktorom, ahogy megjavult az idő. Aztán most ide készítettem, de most előbb paglóba bezsaluzom, és abból még majd megy bele tőteléknek, ezek meg ide begyógyulnak, és ide majd épített. Hát az a kaktuszfáknak a tokozata. Én ennek nevezem, tehát azoknak a csöveknek a beillesztésére egy ilyen statikai gombóc. Na, itt tartok most, nem megy. Tüzeket elnyújtottam, 12 bárányka van, megnézzük. De akkor kapcsolatok, de félnek van mind a bámhoz. Jaj, tök ide! Nem kaptok úgy se semmit, de jó, hát lesz a 10 várva mindig. Na. Hát. Kimehettek hamarosan. Fagyós reggelre. És 9, még vannak benne. 2, 4, 6, 8, 10. Még egyszer. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nagyon jó. Hát csak el vannak itt ösztön. Ugye vagy szép? Igen. Ott a különböző. Ez van. Hát most ezt még meg kell. Ásni, de még. Mikor a Júli Anna nap? 16. Hát úgy van, hogy hétvégén holnap disznóvágás lesz, meg ellevágunk, hogy hétvégén bekeverepezek, mert egyedileg minden szemet külön egy 8-es kerékbe belerakott, akkor abban jutottam ki. És
egységesen bálokom a szemmagot, letakarom egy fóliával, azt bálocsulom, letakarom azt a... Néha alánézek, hogy mi van. Nem a szád. De dúsztulódik meg. Azt utána, ahogy osztom széját, akkor kicsit kíjább, én most a meleg, viszonylag meleg parapetra rakom rá csalatot. Úgymond viszont most lekiraknom a kis palmákat, a többi növényzet közé, szóval idő dolog, jó? Az a helyzet, hogy ezek a celtis, amit fővágtam a fák, amit legaljaztam meg, amit múltkor mutattam, hogy kaptam, na most, ami olyan alakzatú, hogy ütetőfának alkalmas, azt most előkészítettem egy körfűrésszel, aztán amikor meg alkalmas rossz idő lesz, hogy be kell menni, akkor a baltával, meg is kés, kacorkéssel megigazítom, aztán menyásképnek elosztogatom, hogy tudjanak dugatni. Ennyi. Ilyen tészre kell venni, érted? Hogy azt nem dobjuk el. Sok ebben otthon a kiskerti beátült piszkálón érte. Csak át kell dolgozni most. Én ott a körfűrész, itt most amit onnan hozok, ezeket kérlek szépen, amit szedek össze, ezeket valahogat. A népek, hogy ezt is a szomszédasszony csinálja. Szóval minden kül konyítani, na már érteni, nem értek semmi, de úgy már csináltam egy-két dolgot. Hát az egy ráutaló magatartás, az a két kicsi akkor még annyira pici volt, hogy nem lettek kiheréve, aztán most állandóan kufircúnak. Ott az meg annyira megerőtette magát, hogy kimaradt neki a vaszorálva. Melyik is az? Nem tudja visszahúzni. Itt van-e néde, ez a kis hülye, fotos hátú, ez a kis picike. Innen látod, kimaradt neki, mint a kacsánat. Micsoda arra. Egyszer, nekem öreg emberek meséltek, hogy szőlős kislakó voltam, szőlős borász kártész tanuló, hogy mikor megalakultak az első tiászség, akkor ezek a... Hát ezek úgy volt akkor, hogy a tiász elnökök jobbára partitkárok voltak, vagy azt is betöltötték, vagy onnan helyezték oda őket a szocialista magyar mezőgazdaságot megalapítani meg. Fölfújni a lubbalmat. Na, aztán az történt, hogy ezek, mikor behajtották a lovakat, teheneket, disznókat, a parasztok udvarából a közös régi uradalomtól elfoglalt istállókba, akkor tartottak ilyen orgiának, mondják. Aztán voltak arra ráutaló magatartást tanúsító hajadonok, özvágyasszonyok, vagy ahogy ezt mondani szokták, aki szerette a répát, és akkor kérlek szépen csináltak ilyen sütés-főzéseket, és nekem egy öreg ember mesélte, hogy éjjel ki kellett menni a mentőnek, de nem tudott az útba, a sárba kimenni, be kellett fogadni a lovaskocsival, mert összeragadt. Akkor még már úgy éreztem, hát amikor oda kerültem, 14 éve voltam, hogy miről lehet a szó. Szóval annyira szerelmeskedtek, állítólag a partitkárnak az asztalán, annyira szerelmeskedett, hogy van ilyen állítólag a történelem belül fordult ma, hogy nem tudtak egymást eltávolodni a nemiségük kapcsán. És én akkor ezt így nehezen tudtam értelmezni, de aztán több helyről is megerősítették, hogy ez valóban így volt. Nem voltam ott az 50-es évek elején.
Árgy jut eszembe, hogy állandó kufircullás. Azt is módjával szabad csak. Hello! Ne siess rá, várd még egy kicsikét, hát adok neked krumplit. Már készülj a választásokra. Érted? Hát megpróbálok. Jó lesz? Jó. No, egyébként, ha fölhasogatod, kirántod, akkor csirkefarhat mellé, ez kurva jó tud lenni. Na, hova tegyek?